Legnagyobb szeretettel köszöntöm a kedves meghívott vendégeinket, örülünk, hogy elfogadták meghívásunkat. Polgármester urat nagy tapsan köszöntjük, hogy velünk van már. Köszönjük, hogy itt van a polgármester úr is, nekik mindig együtt kell, hogy legyenek. Köszönjük Csöbölkartani képviselőasszonynak, hogy megtisztelte rendezvényünket, és eljött hozzánk erre a szív ünnepre. Képzeljétek el, 2018 családok éve van. Hát mi úgy tudjuk, hogy minden év a családok éve, és nagyon szépen örülünk és köszönjük ennek az évnek a mottóját. Szeretném elmondani, hogy mi nagy családosok mindig érezzük, ha változás történik körülöttünk, nagyon örülünk neki, mindenki minden figyel, itt vagyunk együtt mindnyájan, mert családban élni jó, látok mosolygós, boldog családokat, mindenki így együtt, mert szeretnék, hogyha minél több kisunokáink születnének, minél sok kisbaba szülessen az egyesületünkben, és hogy minél többen legyünk. Ez mindig a célunk, és mindig szeretnünk, ha érkezik egy kisbaba a családjaink körébe. Mert ugye, ahogy mondtam is, hogy családban élni jó, és ahol gyermek születik, ott család születik. Ennyit szerettem volna nektek bebeszélőképpen elmondani, és most szeretném felkérni városunk polgármesterét, dr. Bók Lajost, hogy nyissa meg a felsőzsoltai vár családok évét. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves gyerekek! Nagy tisztelettel köszöntök mindenkit a Családok Éve országos rendezvénysorozat felsőzsoltai eseményén. A kormány egyik legsikeresebb területe a családpolitika, amely 2010 óta kiemelt figyelmet fordítanak az emberekre. A cél az is, hogy a családbarát gondolkodás a mindennapokban jelenlevő valósággá váljon. A magyar kormány a lehető legtöbb támogatást imádja és biztosítani akarja a gyermekvállaláshoz, és ez nem kizárólag anyagi segítséget jelent. A helyi önkormányzatoknak is, így nekünk felsőzsoltaiaknak is komoly feladataink vannak a családok évében. De elvünk az, és ezt a testület is jóvá hagyta, hogy ne csak ebben az évben, hanem folyamatosan kísérjük figyelemmel a családok boldogulását. Városunkban ez talán könnyen megvalósítható, hiszen itt mindenki ismer mindenkit, egymást, és sokszor éppen ezek a jelzések azok, amelyek alapján megfelelő időben és megfelelő segítséget tudunk nyújtani. Önkormányzatunk programját értékelve megállapítottuk, hogy a családbarát környezet kialakítása elsősorban többlet feladat vállalását jelenti, másfelől megfelelő hozzáállást, szemléletet és elkötelezettséget igényel a vezetőktől és a munkatársaktól egyaránt. Az önkormányzat szolgáltatásai sok rendszer. Házi, gondozóhálózat, nagycsaládosok segítése, idősekkel való foglalkozás, a rászoruló gyermekek ingyenes étkeztetése, a napközi ellátás, a közösségi közlekedés programunk részét képezi. Az iskolai tanulmányokhoz az előnyhöz mérten segítséget nyújt a testület, gondolok itt a középiskolások és egyetemisták támogatására. Szükséges, hogy a nagyszülők is több figyelmet kapjanak, részünkről a nyugdíjasok támogatása jelenti. Ez évben további fejlesztéseket, korszerűsítéseket hajtunk végre a szociális intézményeinkben, ehhez a kormány támogatásán kívül jelentős, saját erővel járulunk hozzá. Mint a város polgármestere úgy érzem, lesz mit tennünk ebben az évben is, ehhez kérem az önök segítségét is. Segítsük a családokat, köszönöm megtisztelő figyelmüket, és köszönöm nagy tiszteleti úrnak, hogy a templomot rendelkezésünkre bocsátott. Thank you.
Polgármester úr, polgármester úr, nagytiszteletű úr, parókus úr, nagytiszteletű asszonyok, járási székhelyvezető asszony, elnök asszony és minden kedves Felső Zsolcai és önkormányzati képviselő, és mindenki ugye enyegni nem tudunk mindenképpen, nagytiszteletű asszony itt van, látom. Mindenkit személy szerint nem tudok köszönteni, mert mindenki nagyon-nagyon fontos nekünk, nekem, és fontosak vagyunk egymásnak. A családok éve 2018, aztán a házasság hete is van, és Valentin nap is van, bár egy rövid sztori. Anyám mondja, hogy felhívta a sógornője, hogy képzeld el a testvéred, de nagyon összeveztünk, mert nem hozott nekem egy szál virágot Valentin napra. Nem Júlia nap van most, mert te vagy Julika, kit hívnak Valentinnak? Nem tudod, hát a Valentin az a szeretet ünnepnek. Azt mondja, ez nem a karácsony. Úgyhogy jönnek ilyen új ünnepek is, de lényeg az, hogy a családok éve az nagyon fontos, hiszen a család a legkisebb egysége a társadalomnak. A legkisebb egység családok nélkül nincsen település, nincsen járás, nincsen megye, nincsen nemzet. És ezért is tartja a kormányunk kiemelt feladatot a családok erősítését és támogatását, a gyermekszületését, a gyermekszületést úgy egyáltalán, hiszen tudjuk, hogy manapság általában a nők is úgy képzelik el az életüket, hogy először a karrier, és utána majd a gyerek, de 30 éves kor alatti meg nem született gyerekek, azok már sosem fognak megszületni. Én azt tudom mondani a hölgyeknek, hogy semmi sem veszik semmilyen idő, amikor gyerekünk van, amikor gyermeket várunk, akkor mindig több erőnk van, mind a nőknek, mind pedig a férfiaknak, apáknak, anyáknak, hiszen akkor sokkal nagyobb a felelősség rajtunk, és sokkal több mindent el tudunk érni, úgyhogy nem érdemes várni. Az előbb, illetve délelőtt Alsó Zsolcán voltam, szintén a református templomban, és itt én is örülök, hogy itt lehetünk még egyszer, én a mai nap a református templomban, csak Felső Zsolcán, hiszen kaptam egy megtisztelő címet, hogy mondjuk milyen presbiter? Tiszteletbeli presbiter lettem az Alsó Zsolcai Református Egyházban, és ez is hasonló, egy kis közösségről van szó, az Alsó Zsolcai Egyház közösségről, vagy a Felső Zsolcai Református Egyház közösségről. Tehát kis közösség nélkül nincsen nagy közösség. Nincs egyház kerület, nincs egyházmegye, nincsen zsinat, tehát az itt élő emberek, a kis közösségben lévő emberek, mint például a Valika Nagycsaládosok Egyesülete nélkül nincsenek a nagy közösségek. A sok kis, pici szervezetekből és közösségekből tevődnek össze a nagy közösségek, és ettől leszünk erősek. Most tudjuk a legjobban, hogy mennyire fontos a mi kereszténységünk ebben a nehéz világban, amikor más, sokkal később alakult felekezetek próbálnak minket esetleg befolyásolni a kultúránkat, az életünket, és ebbe beleavatkozni. Itt együtt kell, hogy erősek legyünk, és hogy megvédjük magunkat. Van egy nagyon rossz statisztikai adat, csak egy kis összehasonlításképpen úgy tudom, hogy Szerbiában, az egy ilyen 7 milliós ország, ott 70 ezer a népesség fogyás, ami azt jelenti, hogy 2050-re már csak 4,5 millióan lesznek. Most Magyarországon a népességfogyás, ez 31 néhány ezer, az se kevés. Tehát nagyon bizakodóak vagyunk, ami családpolitikánkban, a családtámogatási rendszerünkben, és nagyon fontos, hogy olyan példát adjunk át a gyerekeinknek, az unokáinknak, hogy fontos nekünk a család, az apa és az anya, hogy együtt maradjunk. Tudjuk, hogy a nagy család az 3 gyerektől kezdődik, nekem csak 2 van, de a kis család és a nagy család egyaránt ugyanolyan fontos nekünk, nemzetünk megmaradása szempontjából, és hát ugye a gyerekeink és unokáink jövője az szemünk előtt van folyamatosan. Én nagyon köszönöm a közreműködést a szervezőknek,
fellépőknek, bár itt még nem jöttem be templomba, hogy biztonsági szolgálaton keresztül, de azért jó látni, hogy biztonságban vagyunk, és sokan vagyunk, és fiatalok is vannak a templomban, gyerekek is vannak a templomban, erre buzdítsuk a híveket, a gyülekezeteket, hogy így járjunk templomba, ne csak koncertekből, hanem vasárnaponként van istentisztelet, és van mise, úgyhogy oda is el lehet járni. Köszönjük szépen! Könyvének 127. fejezetét, amely így szól: ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők. Ha az Úr nem őrzi a várost, hiába vigyáznak rá az őrök. Hiába keltek korán, s feküztök későn, fáradtsággal szerzett kenyeret esztek. De akit az Úr szeret, annak álmában is az elege. Bizony az Úr ajándéka a gyermek, az anya még gyümölcse is elég. Mint a hős kezében a nyilak, olyanok a serdülőik, a boldog az az ember, aki ilyenekkel tölti meg a terzét. Nem szégyenül meg, ha ellenségeivel a szóváltása a kapuban. Bizony az Úr ajándéka a gyermek, és az Úr az, aki építi a házat. A Bibliában érdekes módon erre a közösségre, amit mi úgy hívunk, hogy család, nincsen szó. Megdöbbentő, hogy nem szerepel a család szó a Bibliában, mert abban a korban nem családban gondolkoztak az ókori világban, hanem házban, háznépben, amihez hozzátartoztak a háznál, hogy szolgák mindenki. Aki egy fedél alatt élt, ők alkottak egy közösséget, akik egymást segítették. És amikor azt mondja az ige, hogy ha az Úr nem építi a házat, akkor nem csak a kőből épült házra kell gondolni, meg azokra az építőkre, akik a falakat húzzák fel, hanem hát mindazokra, akik egy ház jólétén fáradoztak. Hát adja meg az Úr számunkra, hogy mi, akik családban élhetünk, mert ma a család jelenti a házat számunkra, az otthont, ahogy szoktuk is mondani, hogy mindannyian az Úristen kezében legyünk, ő ajándékozzon meg bennünket gyermekekkel, és legyen sok olyan boldog ember, aki serdülő ifjak sokaságával tölti meg a tegezét, tehát legyünk sokan nagy családosok, adja az Úr, hogy ez így legyen. Amen. Nagy szeretettel köszöntöm én is kedves minnyájukat. A jó nem vallásos kategória. Örömmel fogunk össze a civil szférával, akik Istentől kapott küldetésünket töltjük be, és nagyon jó a mozaik szó, amely ezt a kis közösséget összehozta mai napra Noé. Ugye, akik Bibliát olvasnak, ismerős az a szó, hogy Noé feladatot kapott az Úrtól, építsen bárkát a szárazföld közepén. Elment az eszemnek az embernek? Nincs víz. Miért épít bárkát? Mert Isten azt kérte tőle, és hitt a jövőben, hogy az Isten szava az teremtő szó, megépítette a bárkát, és ezáltal menekült meg az emberi nem. Most, amikor a Nagycsaládosok Országos Egyesülete fölvállalt ezt a Noé lelkületet, akkor jövőt épít. És
az egyház fölvállalja ezt a jót. És hála Istennek, hogy a társadalom, a magyar társadalom, a magyar kormány mindehhez hozzááll, és járul, segít, erősít. Mi nem mondtunk le, és sem az egyházak erről, a Noé lelkületről, mert vállaltuk a jövőt. Mi jövőre feszített lények vagyunk. Csak egy anekdotát én is szeretnék elmondani. Valentin nap hambazó szerdára esett. Én görögkatolikus vagyok, hogy nem, nincs hambazkodás. De a Római Egyházban van. Az országúti ferencesek Budapesten meghívták a szerelmeseket hambazkodásra. És mi történik, mikor megkenik homlokukat? Ember emlékez, hogy porból vagy és porrá leszel. Hát a szerelmeseket lehet ilyennel sokkolni? És örömmel vették, hogy igen, mert távlatban gondolkodnak. Nem zárják ki azt, ami életünk fontos része, hanem erre is építenek. Mi jövőt vállalunk akkor is, amikor tudjuk, hogy egyszer meg fogunk halni. De hová kerülünk? Isten előtt. Mert mindenki Istennél ad számot sápárkodásáról, földi sápárkodásáról. És köszönjük, hogy segítenek bennünket anyagiakkal, erkölcsekkel, ideológiával. 1994-ben volt a katolikus egyházban meghirdetve a családok éve. Utána jönnek az enciklikák, pápai megnyilatkozásokat a család megerősítéséről. Legutóbb Ferenc bábának Amoris Laetitia családban megélt örömökről szól, ajánlom mindenkinek figyelmébe, hozzánk szól, érthető módon, olvasmányként, tegyük a Biblia mellé, hogy mennyire tudjuk tettekre váltani mindazt, amiben az Isten nekünk feladaton küldetést adott mindannyiunknak. És az alaptörvényünkben úgy ott van, hogy a családot egy férfi és a nő alkotja. Gondoltuk, hogy ezt védeni kell, és napjainkban odáig jutottunk, hogy föl kell mutatni ezt az értéket, hogy a család, a házasság, egy férfi és a nő egész életre szóló kapcsolata. Valaki így fogalmazta meg, hogy két egoista ember vívódása és küzdelme egymásért, néha egymás ellen, de megáldja az Isten a szerelmünket, nem titulásból, hanem ajándékul adta nekünk, és ennek megélése egy védett környezetben, a családban van. Isten áldja meg a családjunkat, Isten áldja meg a fiatalok kezdeményezését, és ne vonják ki a felelősség feladat alól, hogy vállalják a család jövőjét. Valaki megkérdezte egy közösségben, hogy mit szól a együttélésről, meg hogy papír munka ez, hogy csak papír kérdése? Nem. Ragasztunk össze két papírt, utána próbáljuk szétválasztani. Szakadás nélkül, sérülés nélkül nem megy. Testi-lelki közösséget, meg vagyonközösséget vállal, utána szétszakítani. Tessék elgondolkodni, felelősségteljesen vállalni mindazt, amit Isten nekünk ajándékul adott, hogy valósítsuk meg. Családom van, ugye az anyukámon kívül három nagynéném, és elég zajosak is vagyunk, szóval a színeinktől eltérve, vagy a színeinkkel ellentétben eléggé olaszosak vagyunk. Úgyhogy
állandóak a viták, a hangos létezés, úgyhogy én ehhez vagyok szokva, nagyon-nagyon szeretem is. Ugyanakkor nagyon szeretem a meghittséget az ünnepekkor, azokat a fényeket, amiben egy picit meg lehet nyugodni. A lányommal töltött minden másodperc olyan, amit úgy gondolok, hogy megismételhetetlen, és nagyon-nagyon várom, amikor el tudok vele minőségi időt tölteni. Ugyanakkor, bár a jelenlegi állapotom az nőtlen, sőt, még barátnőtlen is, ettől függetlenül én vágyom egy nagy családra, épp most épül a házam, amiben például valószínűleg nem véletlenül nem egy autós garást terveztettem, hanem azt remélem, hogy majd egyszer oda beáll egy másik autó, és csatlakozik hozzám egy társ. A ráncaim számával, meg az éveim számával, ahogy ezek növekszenek, egyre inkább érzek egy lecsendesedést. A bokám még bírja, tehát úgy táncolnék, de valahogy egyre inkább keresem a zenésztársaimnak a társaságát, az együtt eltöltött zenélős időket, Igazából ez csak egy ilyen próbálkozás, egy bedobott ötlet volt, és mindenkinek annyira megtetszett a zenészektől, a szervezőkön keresztül mindenkinek, hogy azt mondom, hogy akkor vágjunk bele. És nagyon érdekes, hogy én nagyon hosszan és nagyon körülményesen szoktam próbálni ezt a műsort, aminek van 90 perces változata is, ezt kettő próbával játszottuk végig. Tehát gyakorlatilag annyira megéreztük egymást, hogy a harmadik dalnál már hangszerelni sem nagyon kellett, tehát hogy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon görülékenyen, és azt hiszem, hogy önazonosan ment a dolog. Remélem, hogy ez látszik is, az ember úgy van, én legalábbis, mint művész úgy vagyok vele, hogy én nagyon kell, hogy élvezzem, amit csinálok, létrehozok, és akkor az át kell, hogy jöjjön, és ezt az élvezetet, ezt az örömöt tudom átadni energiában, dalban. Ha ez így van, akkor siker van. És a siker ez nem azt jelenti feltétlenül, hogy tapsolnak, hanem hogy az emberek úgy mennek haza, hogy vittek valamit a következő koncertig, valami energiát, amivel azokat a pillanatokat, amin át kell, hogy segítse valami energia, valami olyan
dolog, ami nem a mi földünkről van, az annak lehessek én a közvetítő. Úgyhogy ez a műsornak a létrejöttének az oka.